A magvető példázata Lukács evangéliuma 8. részéből. Mikor pedig nagy sokaság gyűlt egybe, és minden városból mennek vala ő hozzá, mondta példázat által. Kiméne a magvető, hogy elvesse az ő magvát, és magvetés közben némely esék az útfélre, és eltapostaték, és az égi madarak megevék azt. És némely esék a kősziklára, és mikor kikelt, elszárada, mert nem vala nedvessége. Némely esék a tövis közé, és a tövisek vele együtt növekedvén megfojták azt. Némely pedig esék a jó földbe, és mikor kikelt, 100 annyi hasznot hozott. Ezeket mondván kiállt vala, akinek van füle a hallásra, hallja. És megkérdezték őt a tanítványai, mondván, mi lehet ez a példázat? Ő pedig mondanékik, néktek adatott az Isten országának titkait megérteni, egyebeknek példázatokban, hogy látván ne lássanak, és halván ne értsenek. A példázat pedig ez, a mag az Isten beszéde. Az útfélen valók pedig azok, akik hallják, aztán eljő az ördög, és kikapja az igét az ő szívükből, hogy ne higgyenek és ne idvezüljenek. A kősziklán valók azok, akik mikor hallják, örömmel veszik az igét, de ezeknek nincs gyökerük, akik egy ideig hisznek, a kísértés idején pedig elszakadnak. És amelyik a tövis közé esett, ezek azok, akik hallották, de elmenvén az élet gondjaitól és gazdagságától és gyönyörűségeitől megfojtatnak, és gyümölcsöt nem teremnek. Amelyik pedig a jó földbe esett, ezek azok, akik a hallott igét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel.